Nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Szondizit, a főigazgató asszonyt, és már akkor ezúton egyből megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak is a kinevezéshez. Kezdjük talán a beszélgetést ezzel. Főigazgatóként milyen tervek vannak? Január 1-től vagyok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, a kisegyetemi oktatókórház főigazgatója. Intézményvezetői feladatok mellett a megye egészségügyi ellátásának a szervezésével is megbízott Kásler Miklós miniszter úr. Úgyhogy a feladat az több, mint a megyei kórház főigazgatói feladata, a megyei kórház telephelyein belüli ellátásszervezés, kapacitásmenedzsment. Túl kell lépni a határainkon, és egységes egészségügyi ellátást kell szerveznünk a megyében. Ez azt jelenti, hogy szorosan együtt kell működnünk az alapellátással, a védőnői hálózattal, a járóbetegszakrendelőkkel és a kórházon belül a telephelyeinkkel, valamint a Kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházzal is. Ennek a megszervezése és ennek a koordinációs feladatai jelentik most a legnagyobb feladatot számunkra. Ezek már a hosszabb távú tervek, a közelebbi tervek között pedig a járvány elleni védekezés során egy komoly feladatunk van. Ez a 2020-as százas törvénynek a hatályba lépésével meg kell szerveznünk a jogviszony átalakulást, ami azt jelenti, hogy az egészségügyi dolgozóink, illetve a háttérszolgáltatásban dolgozóink a közalkalmazotti jogviszonyból átlépnek egy egészségügyi szolgálati jogviszonyba. Ezek a rövid távú feladatainkat nagy mértékben meghatározzák és kitöltik, tehát elő kell készülnünk erre a nagy feladatra, ami a jogállás és a jogviszony változással jár. Ugye ez egy nehéz időszak volt, a tavalyi év is, az idei év is, és pont akkor jött a kinevezés. Azért a múlt évet teljes mértékben a vírus határozta meg. Hogyan emlékszik vissza, mennyire volt nehéz ez az időszak? Az időszak ugye tavaly évelején kezdődött, akkor teljesen ismeretlenül álltunk a pandémia és a világjárvány előtt, hiszen nem élt még ilyet át az én korosztályomból senki. Ez azt jelentette, hogy meg kellett tanuljuk mindazokat a folyamatokat, azokat a protokollokat, azokat a prevenciós eljárásokat, azokat a védekezés szempontjából nagyon fontos feladatainkat, amikkel a járvány ellen sikeresen lehet védekezni. Ez egy nagyon inspiráló időszak volt ilyen szempontból, hiszen ki kellett alakítani a koronavírus fertőzöttek ellátására azokat a részlegeinket, amelyek azóta is működnek. Ez mind a járóbetegellátásra, mind a fekvőbetegellátásra igaz volt. Ugye kezdetben egy általános COVID-ellátást végeztünk, az általános ellátás mellett természetesen a betegség súlyossága miatt intenzív ellátásra szükség volt az első napoktól kezdve. Azt követően viszont az általános ellátásunk szinte specializálódott, és kialakultak azok a speciális COVID részlegeink, amelyek akár rehabilitációs, akár pszichiátriai, vagy akár neurológiai betegek ellátására is alkalmassá váltak. Az egész év tulajdonképpen a koronavírus ellátásról szólt. A tavasz időt adott a felkészülésre, megtanultuk mindazokat az ismereteket, amelyek az ellátáshoz szükségesek voltak. Aztán nyáron egy kicsit pihent mindenki, és kicsit felszabadultak a korlátozó intézkedések alól, a betegellátás is minimálisra esett vissza, de a szeptember 1-e azt úgy élem meg, mint az igazi feladatnak a kezdete, és az igazi nagy tehernek a kezdete, hiszen szeptembertől folyamatosan nagy tendenciával emelkedett az esetszám, nőttek a kórházi ellátást igénylő betegek számai is, illetve a súlyos állapotú intenzív kezelést igénylő betegek is. A szeptember, október és a november az gyakorlatilag egy folyamatosan emelkedő esetszámot is nagyon súlyos eseteket jelentett, akkor volt a legnagyobb a teher az egészségügyi dolgozókon is, a kórházon is. Talán akkor már a határainkat is feszegettük, hiszen mindenki fáradt volt, mindenkire rányomta a nagyon, hát nagyon megterhelő érzéseket a koronavírusos betegek ellátása, hiszen egyre több szövődménnyel, egyre több igazán súlyos esettel találkoztunk. Ugye sokan megbetegedtek a kórházi dolgozók között is, nagyon sokan átestek a fertőzésen, több dolgozónkért aggódtunk, akik intenzív kezelést is igényeltek, és a november közepén kialakuló csúcs az mindenki számára rettenetes megterhelést jelentett.
Attól kezdve viszont azt érezzük, és most már ezt egyértelműen mondhatom, hogy a kialakított struktúrában a csillapodó esetszámokkal és a stagnáló betegforgalommal ezt teljes biztonsággal meg tudjuk oldani, és el tudjuk látni ezt a feladatot. Igaz, hogy a normál betegellátás csak sürgősségi alapon működik, tehát a tervezhető és az elektív ellátásokat továbbra sem végezzük. November óta az esetszámok, a bentfekvők, az intenzíven fekvők száma is nagyjából nem változik, lassan csökkent, de aztán elérte azt a szintet, ami most hetek óta már nagyjából egyforma, és ez lehetőséget ad arra, hogy ismét felfrissítsük a tudásunkat. Ugye a vírus elterjedésével nagyon sok kutatás, nagyon sok tudományos tevékenység indult, így újabbnál újabb terápiás eljárásokra is van lehetőség, illetve a laboratóriumi vizsgálatok, amelyekkel követni lehet az esetek súlyosságát, szintén változtak. Számtalan protokoll módosítás volt az elmúlt időszakban, és most a kollégáimnak az a feladatuk, hogy a legutolsó és a legfrissebb protokoll szerinti terápiás és diagnosztikai feladatokkal megismerkedjenek, és e szerint lássuk el a betegeinket. Egyre többet lehet hallani, hogy mivel ugye nagyobb esetszám volt, sok ember átesett a víruson, sokaknál jelentkeznek szövődmények. Erre fel van-e az egészségügy készülve? Ugye ez egy új vírus. Nem ismertük az utóhatásait, nem ismertük a késői szövődményeit. Azt már látjuk, hogy nem csak a tüdőt és nem csak a légzőrendszert betegíti meg, hanem valamennyi szervrendszerre egy komoly betegséget jelent. Legyen az a gyomorbélrendszer, legyen az a vese vagy a szív, nagyon komoly kardiális szövődményekkel is találkozunk. Természetesen ezeknek az utóhatásoknak a gondozása, a kezelése a feladatunk, és ennek megfelelően a szervrendszeri problémákra egy utógondozást végzünk, visszahívjuk a betegeket, kontrolláljuk őket, és amennyiben szükséges bármilyen terápiás beavatkozás, akkor ezt megtesszük. Nagyon fontos a rehabilitáció, tehát nagyon fontos az a tevékenység, ami egy akár súlyos, intenzív ellátást igénylő koronavíruson átesett betegnek a talpraállítását jelenti, a tulajdonképpeni rehabilitációját. De erre is nagyon nyitottak a kollégáink, és a rehabilitációs osztályunkon rehabilitációs szakorvosokkal ezt a feladatot és ezt a tevékenységet el tudjuk végezni. Ez a beteg számára egy nagyon nagy megerősítést jelent, hiszen úgy tud otthonába távozni, amikor már önellátásra képes. És hogy ne csak a rossz dolgokról beszéljünk, ugye nem régen elkészült a szülészetnőgyógyászati osztály, erről néhány szót tudunk-e mondani? Igen, hát a szülészetnőgyógyászat egy kivételes helyzet, hiszen az élet nem áll meg, a szülések nem állnak meg, és az egész járvány időszakban is tulajdonképpen nagy forgalommal, nagy forgalmat bonyolítottak le, hiszen a területünkről érkező kismamák, vagy akár nőgyógyászati komolyabb betegségekkel is megjelentek nálunk. Hát természetesen ott is komoly átszervezésekre volt szükség, hiszen a járvány elleni védekezés miatt a betegutakat, az infekciókontrollt ki kellett alakítani, hogy ezzel is csökkentsük a betegség átadásának az esélyét. És hát erre nagyon, nagyon hasznos volt pont emiatt is az a fejlesztés, ami az elmúlt időszakban a szülészetnőgyógyászati osztályon zajlott, hiszen a kórtermek komfortosabbá váltak, kevesebb ágyat tudunk elhelyezni így egy-egy kórteremben, tehát csökken az esély is, hogy egy nagy kórteremben több beteg egymásnak könnyebben át tudja adni a betegséget. Az osztály mind komfortjában, mind felszereltségében megújult, ez érvényes és vonatkozik mind a hotel részre, ahol a betegeket elhelyezzük, mind pedig a szülőszobákra, ahol tágas, nagy, akár családok számára is alkalmas szülőszobákat alakítottunk ki, hiszen a szülés egy olyan esemény, amit nagyon jó átélni, nem csak a kismamának, hanem ha támogató
a család és a párja, a férje, akkor ő is ott tud lenni ezen az eseményen, és erre teljesen alkalmas, gyönyörű szülőszobákat alakítottunk ki. A beruházás nagyértékű, több 100 millió forintot sikerült mind az infrastruktúra, mind az eszközök fejlesztésére felhasználnunk, úgyhogy bízom benne, hogy ezt észlelik és érzékelik a betegeink is, és ebben a megújult és szép, komfortú szülőszobán, illetve szülészeti osztályon jól érzik magukat. Ugyanakkor igyekszünk minél korábban hazaengedni a kismamákat, hiszen a kórház egy veszélyes üzem. Én azt gondolom, mindenki otthonában tud roborálódni, regenerálódni egy-egy ilyen esemény után, és igyekszünk az ápolási napokat ezzel is csökkenteni. Már érintettük kicsit a terveket, de nézzük meg a COVID szempontjából. Ugye, ha jól értettem, akkor stagnálnak a számok, tehát nem nőnek, ez már egy kicsit kényelmesebb állapot. És akkor nézzük meg az oltás részét, mert ugye már van oltás is. Így van, nagyon fontos a járvány elleni védekezésben ugye a védoltások megjelenése. Talán a járvány kezdetén senki nem számított arra, hogy ilyen rövid idő alatt oltásra lesz lehetőségünk, hiszen egy védőoltás fejlesztése hosszú időt vesz igénybe. Úgyhogy én személy szerint nagyon örültem annak, amikor december végén, konkrétan a Szenteste napján megkeresés érkezett a kórházba az államtitkárságról. Az volt a kérdés, hogy vállaljuk-e, hogy benne legyünk abba az első intézményben, ahol az oltásokat Magyarországon meg tudjuk kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség volt, egy nagy megtiszteltetés, és azonnal igent mondtunk, és felkészültünk az ünnepek alatt arra, hogy december 27-én megkezdjük a védoltások beadását. Ugye december 26-án érkezett az első szállítmány, amit igen izgatottan vártunk, hiszen a vakcina egy nagyon érzékeny vakcina, mélyfagyasztott állapotban történt a szállítás. A kórházon belül ugye megszerveztük ennek az elhelyezését, tárolását, kiadását, tehát magát a folyamatot addig, amíg a megérkezett vakcina beadásra kerül az oltópontjainkon. És hát ezzel együtt megszerveztük az oltópontokat, az oltópontok helyiségeit kijelöltük, a tárgyi feltételeket biztosítottuk, illetve megszerveztük azt a személyzetet, aki december 27-én megkezdte a védoltások beadását. Első célcsoportként az egészségügyi dolgozók, azon belül is a kórházban dolgozó egészségügyi dolgozók kaphatták meg a védőoltást. És azóta folyamatosan a szilveszter, az új év napjain is, és azt követően is folyamatosan kaptuk a vakcinát, és oltjuk a vakcinát. Múlt hét vasárnap az első beoltott személyek megkapták a második oltásukat, tehát gyakorlatilag néhány napon belül ők már 95% fölötti védettséggel rendelkeznek, úgyhogy szerintem ez mindenki számára nagyon jó. Én magam azt gondolom, hogy megúszni ezt a betegséget, és a szövődményektől mentesülni, magától a betegségtől, és akár enyhébb, vagy akár súlyosabb szövődményeitől, az egy óriási eredmény magam számára és a családom számára is. Úgyhogy én nagyon örülök annak személy szerint, hogy részese lehetek ennek az oltási programnak és oltási tervnek. Nagyon nagy a feladat, nagyon nagy szervezést és koordinációt igényel. Ugye mi magunk az oltópontjainkon közel 7000 első oltást adtunk be december 27-től kezdődően a mai napig, most pedig a második oltásokat végezzük. Annyi változás volt az oltások szervezésében a kezdetekhez képest, hogy első körben csak Nyíregyházán hoztuk létre az oltópontjainkat, de aztán január elején lehetőséget kaptunk arra, hogy a városi kórházakban is oltópontokat hozzunk létre, tehát egy kicsit a lakossághoz és az egészségügyi dolgozókhoz is közelebb tudtuk vinni a védőoltást. Így a Mátészalkai, a Fehérgyarmat és a Nagykálói telephelyünkön, valamint Kisvárdán is létrehoztuk az oltópontokat, így az ott dolgozók akár az első és a második oltásaikat is már helyszínen és helyben tudják felvenni. Mi a tapasztalat, hogyan állnak az egészségügyi dolgozók a vakcinához? Mennyire népszerű a körükben?
Hát őszinte leszek, kezdetben nem volt túl nagy az oltási hajlandóság. Az első felméréseink során olyan 30%-os jelentkezési arányt találtunk az egészségügyi dolgozók között, de folyamatosan növekszik és folyamatosan emelkedik az oltásra jelentkezők száma. Most már közel 60% az, aki megkapta az első oltást. Itt hozzá kell tennem azt, hogy a betegségen átesettek is jelentős számban vannak a kórházban. Körülbelül 20% az egészségügyi dolgozói arány, akik átestek a betegségen, és emiatt még a védőoltást nem kaphatják meg, nem kapják meg. Ők majd folyamatosan, ahogyan a negatív eredményüktől a 3 hónap eltelik, azt követően jelentkezhetnek természetesen az első oltásra. Tehát most már jobb az oltási hajlandóság. Én annak örülnék, hogyha ez még tovább javulna, és hogyha még többen rájönnének arra, hogy a szabadságunk, a normál életünk, az, hogy utazhassunk, az, hogy egy étterembe el tudjunk menni, és az, hogy egészségesen a családjainkkal, a családtagjainkkal is a kapcsolatot tudjuk tartani, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy milyen átoltottság lesz. Ugye ma még a tömeges oltásokra nincs lehetőségünk, hiszen ez a beérkező vakcinák számától és a vakcinaszállítmányoktól függ, de én arra bíztatom és kérem a kollégáimat, hogy amennyiben tömeges oltásra sor kerül, akkor legyünk készen és álljunk ki 10-15 oltóponttal akár telephelyenként, nyilván a nagy telephelyen több, a kisebb telephelyenken kevesebb számban, de hogy minél nagyobb számban tudjunk védőoltást beadni, hiszen így tudjuk elérni minél gyorsabban azt a egyén és a társadalom számára is fontos védettséget, ami megelőzi a betegség kialakulását. Valamilyen oltási reakció volt-e, ami esetleg komolyabb volt? Tehát most itt nem egy burpee-re gondolok, hanem valamilyen komolyabb. Nem találkoztunk komolyabb oltási reakcióval egyáltalán. Egyetlen egy személynél volt egy allergiás reakciónak nevezhető kisebb légzési nehézség az oltást követően, de ezen kívül nem volt oltási reakció. A második oltást követően volt eddig 4 olyan beoltott, akinél izomfájdalma, kis gyengeség előfordult, de ez a második oltásnál jellemzően előfordul, nagyobb arányban fordul elő, mint az első oltásoknál, de alapvetően a 7000 közeli beoltottból nem volt komolyabb, súlyosabb, azonnali vagy későbbi reakció sem. És ez azt jelenti, hogy ha valaki megkapta az oltást, akkor nem tudja terjeszteni sem a vírust? Hát ez azt jelenti, hogy vírushordozó lehet ettől függetlenül, tehát ennek megfelelően a szigorú szabályok betartására mindaddig szükség van, amíg ez a vírus itt él velünk. Úgyhogy ez a teljes visszatérést még nem teszi lehetővé a normál életbe, de a védettség az, hogy önmagában betegség nem alakul ki, az mindenképpen fontos, és ezért fontos az, hogy minél többen legyenek beoltva, hiszen a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok során az átadás akkor átadás és a megfertőződés akkor kerülhető el, hogyha az egymással nexusba kerülő partnerek mind a ketten védettek. Hogyan kell elképzelni a jövőt, mikortól látható vagy várható, hogy visszaállnak az ellátások? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, amiatt is, hogy egyrészt a lakosság részéről is van igény természetesen az olyan tervezhető beavatkozások elvégzésére, amelyek szükségesek az ő egészségük, az ő komfortjuk megtartására. Másrészt a szakma irányából is óriási igény van arra, hogy gyakorolhassák a saját szakmájukat és a saját szakmájukban dolgozzanak a kollégáim. Ez vonatkozik mind az orvosokra, mind az ápolókra, hiszen most a COVID-ellátásban dolgoznak nagyon sokan, akik egyébként más szakterületeknek a képviselői. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy néhány héten belül, hogyha a járványgörbe nem változik, és ugye itt van most ez az új vírus mutáns, ami gyorsabb terjedéssel okoz meg betegedéseket már a környező országokban, hogyha ennek következtében nem növekszik újra a megbetegedettek száma és a kórházi ellátást igénylők száma, akkor fokozatosan, ha nem is egyik napra a másikra, de akár a járóbetegellátás vagy az egynapos ellátások visszatérhetnek a megszokott menetrendben.
És mivel a sürgősségi ellátások ugye megvannak, akkor így senki nem marad ellátás nélkül, akinek szüksége van. Ez így van, ez így van. Minden szakterületnek megvan a speciális sürgősségi ellátást végző csapata, de az általános sürgősségi ellátás természetesen működik. Mint mondtam, vannak kivételek, tehát nyilván a szülészetnőgyógyászat, ahol semmilyen olyan korlátozás nem fordulhatott elő, hogy ne kapjon bárki is megfelelő ellátást, az onkológiai ellátásokat természetesen végezzük. Vannak műtétek, operálunk, kezelések az onkológiai tömbben. Természetesen a gyerekgyógyászati ellátásokban is nagy részt a maximum azokat halasztjuk, ami tényleg halasztható egy-egy kivizsgálás, vagy allergia irányú kivizsgálás mondjuk, ami nem azonnali konzekvenciával jár, de a sürgősségi ellátáshoz mindenki hozzá tud jutni valamennyi telephelyünkön, ahol a sürgősségi ellátás működik. Kicsit most beszéljünk a látogatási tilalomról, ez még mindig fent áll. Melyek azok az esetek, amelyekben kivételt lehet tenni, és milyennek a rendje, módja? Így van, ez egy nagyon fontos intézkedés a kórház számára, a betegek és a dolgozók számára is, hiszen ezzel is a járvány terjedését próbáljuk megakadályozni. A betegek viszont hosszú ideig vannak kórházban, nyilván igénylik a kapcsolattartás jogát a családdal, a hozzátartozóikkal. Ennek megfelelően olyan esetekben, amikor egyrészt a beteg súlyos állapotban van, ha maga tehetetlen, hogyha nem tudja a családdal más módon a kapcsolatot tartani, akkor annak az osztálynak az osztályvezetője, aki a beteg ápolásáért, kezelésért felelős, engedélyt adhat a családtagjai számára egy rövid látogatásra, és ezt meg is tesszük minden ilyen alkalommal, amikor erre igény van, akkor a hozzátartozók meglátogathatják rövid időre a szeretteiket, hiszen ez fontos mentálisan is mindenki számára, hogy biztonságban tudja és biztonságban lássa a családtagot. Nem könnyű, hiszen védőfelszerelésben kell, rövid időt lehet bent tartózkodni, de igyekszünk ezeket az igényeket teljesíteni. Hogyan éli meg ön? Milyenek a tapasztalatok? A helyzet nem könnyű, de azt gondolom, hogy olyan lendületben voltunk a tavalyi évben, pontosan a járvány miatt, olyan sebességre kellett kapcsolni a menedzsmenti feladatokban, a szervezésben, a koordinációban, és ebben én már azt megelőzően is nagyon aktívan részt vettem, mielőtt első számú vezetőnek kineveztek. Nyilván az elmúlt évnek a tragikus eseményei azok bennem is mély nyomot hagytak, és ez egy kicsit árnyékot vett, azt gondolom, az én kinevezésemre és munkámra is, de én nagyon igyekszem, és azt gondolom, hogy az előttünk álló feladatok, meg a mögöttem már meglévő gyakorlat, tapasztalás, rendszerismeret, intézményismeret, az elég lesz ahhoz, hogy az előttünk álló nehéz időszakot megoldjuk, hogy ezt közösen mind a telephelyekkel, mind a menedzsmenttel, mind a kollégákkal együtt megvalósítsuk azokat az elképzeléseket, amelyek előttünk állnak. Bízunk benne, hogy lesznek majd fejlesztéseink, lesznek majd olyan szakmai támogatást kapunk az Országos Kórházi Főigazgatóságtól, amely majd stabilizálja a megye egészségügyi ellátórendszerét. És hát a legfontosabb a beteg, nagyon bízom abban, hogy elégedett betegeket fogunk tudni egészségesen, gyógyultan otthonukba bocsátani. Úgyhogy ez egy kihívás, tehát ez most egy abszolút kihívás, egy új helyzet, egy új rendszer épül az egészségügyben, az egészségügyi ellátásban, és ez talán szerencsés is. Tehát most sok mindent újra lehet gondolni, akár lehet változtatni. Abszolút változásmenedzsment volt már az elmúlt időszakban is, az elmúlt hónapokban is, és hát ugyanezzel a lendülettel lehet tovább haladni. Sokszor lehet hallani, hogy január 1-től ugye változtak a törvények az orvosválasztással kapcsolatban is, és például volt, aki már úgy állította be, hogy kismama, de nem tud orvost választani a szüléséhez. Ezek így vannak-e? Egy kicsit tegyük már tisztában, hogy akkor most jelen pillanatban hogyan működik az, hogyha valaki saját orvost szeretne választani.
A törvények változtak, de a szabad orvos választás joga az mindenki számára adott. Ez nem változott, erre nem is volt semmilyen szándék. Ami változott az az, hogy a paraszolvencia tilos, a paraszolvencia mint fogalom szeretnénk, hogyha kivezetődne az egészségügyből és az egészségügyi ellátásból. A paraszolvencia adása egy bizonyos határ fölött, ami most nem fogom pontosan tudni felidézni a törvényt, de a minimálbér X százalékának megfelelő kb. 8000 forint összeget jelent egy alkalommal, és amit egy hónapon belül egyszer lehet ajándékként odaadni az ellátó személyzetnek. Tehát ezen a kivételen kívül paraszolvenciát adni és paraszolvenciát elfogadni büntetendő cselekedet, és ezt büntetni is fogják. Ami én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény döntés, de ezt meg kellett hozni ahhoz, hogy ettől meg tudjunk szabadulni. Ettől függetlenül a betegek joga a szabad orvos választáshoz az érvényben van. A kórház munkarendjének megfelelően munkaidőben természetesen lehet orvost választani. Az orvosválasztás viszont nem jár együtt azzal, hogy az orvos köteles szabad idejében is bármikor rendelkezésére állni annak, aki őt választotta, de ha ez a munkarendjével és az ő vállalásával megegyezik, akkor tulajdonképpen a kórház nem tiltja és nem is tilthatja a szabad orvosválasztást. Akkor ez mondjuk egy kismama esetében azt jelenti, hogy lehet saját orvosa, akit választott, vele meg is egyezhet, és mi vonatkozik a szülésznőkre például? Az orvosok esetében egy nyilatkozatot töltenek ki, hogy ők vállalják nyilván a kismama gondozását, és ennek fejében semmilyen juttatástra nem tarthatnak igényt, hiszen nem lehet ilyenben megállapodni, csak abban, hogy a kismama gondozását, a szülésének a levezetését bizonyos feltételek mellett, amennyiben munkaidőben kerül sor, akkor vállalja, hogyha nem munkaidőben kerül sor, de megoldható, akkor természetesen arra is van lehetőség. A szülésznők esetében hasonló a mi véleményünk, tehát ők maguk is részt vehetnek egy kismama gondozásában, hiszen ez egy olyan folyamat, amit célszerű, hogyha egy bensőséges kapcsolat is kialakul a kismama és az őt gondozó szülésznő között, hiszen sokkal nagyobb bizalommal tud a szülésre felkészülni. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanaz vonatkozik, mint az orvosokra, tehát lehet választani, nincsen ennek semmilyen tiltó rendelkezése a kórházunkban, csak tiszteletben kell tartani azt a munkaidőt és azt a vállalást, amit a kollégáim ennek érdekében tesznek. Ami még fontos szerintem a törvény és a jogszabályi változásokkal kapcsolatosan, hogy a törvény nem tiltja a többes foglalkoztatást, illetve a magánrendelés és a közfinanszírozott ellátásban történő betegellátást. Ugyanakkor nem engedi azt, hogy a magánellátásban ellátott beteget ugyanazzal a betegségével, diagnózisával a közfinanszírozott ellátásban is ellássa ugyanaz az orvos. Tehát lehet dolgozni magánrendelésen is, lehet dolgozni kórházban egy időszakban, de természetesen a munkaidőt külön kell választani, és el kell választani egymástól, a munkaidőt tiszteletben kell tartani. Az nem megengedett, hogy valaki kórházban dolgozik, és ugyanabban a munkaidőben magánrendelést is visz. Hogyha valakit ellát a magánrendelésen, akkor ugyanazt a szemét ugyanazzal a betegségével a kórházban nem tudja folytatni annak a személynek a kezelését.